Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, erre ad választ itt ez a kártya. Itt a képen látható egy beteg férfi. Az jelentheti azt, hogy nem érzi jól magát, tehát beteg. Azt is jelentheti, hogy benne van egy bizonyos helyzetben, ami betegíti őt. És te, mint hölgy, segítesz neki, mert odafigyelsz rá, meghallgatod azt, hogy milyen problémái vannak, és pontosan ez az ő gondolata, tehát ez az ő elvárása. Itt láthatóak az aranyérmék, azok jelenthetik az anyagiakat. Lehet, hogy valaki kihasználja őt anyagilag, és ez betegíti őt. Az érmék jelenthetik a munkahelyét is, hogy most betegszabadságon van, vagy nem érzi ott jól magát. Az érmék jelentik a belső értékeket is. Elvárja tőled azt, hogy te kimutasd, hogy ő mennyire értékes számodra. A második kérdés, milyenek az érzelmei? Itt a kettes szám utal egy párkapcsolatra, rád és őre. Szeretne közeledni hozzád, hiszen itt látható ez a találkozás. Amit a kardok itt jelentenek, hogy átteszi magát a félelmeken, mondhatnám úgy is, elvágja ezzel a karddal a félelmeket. Amit még jelent ez a kép, az a levegő eleme. És az jelenti a szabadság érzetét, akkor érzi szabadnak magát, ha érzi a te közelségedet. Ez felszabadítja őt, végre fellélegezhet, hogy ott vagy a közelében. Amit a levegő eleme még jelent, az a kommunikáció. Tehát beszélni akar veled, mégpedig személyesen. Ha pedig a kommunikációnál tartunk, az lehet egy üzleti megbeszélés is, és akkor a kettes szám utal szerződésekre. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veled? Milyen lépéseket tesz irányodba? Itt a négyes szám arra utal, hogy mennyire fontos számotokra a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is, és pontosan erre utal a kártya, hiszen itt megjelennek a kelyhek, és azok jelentik az érzelmeket. Itt lesz találkozás, közeledés, és egy testi kapcsolat. És most megtekintjük a napi üzenetet. A csokis kártyák üzenete. Élvezd ezt a szerelmet. Élvezd az ő közelségét. Élvezd az életedet. Élvezd a mai napot. Tégy valamit, aminek örülni tudsz. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!